Mondasz ezekre az izmos úriemberekre a háttérben néhány gondolatot? Természetesen. Ez a második éve, hogy elkezdtük a Dunapatai Községi Sportegyesület berkein belül a szertornát. Emellett már több mint 5 éve nyomjuk a diákolimpiát, ugye ez két rész, mind a kettő országos, csak az egy diákolimpia érinti Magyar Diáksport Szövetség, másik a Torna Szövetséget, NB1, NB2-es versenyek. Ez a történet. Jövőre lesz már serdülőnk is, az, hogy még első osztály lesz, vagy másodosztály NB2-es, azt nem tudom, de nagyon szeretném, hogy a két egyéni versenyzőm az NB1-es legyen. Ugye idéntől már van egy felnőtt versenyzőnk is személyemben, én 20 évet leúztam Kalocsán, most a következő 20-at tervezem Dunapatajra. Dunapatai egyes szám. Dunapatainak van egy NB2-es versenyzője, aki az országos vidékbajnokságon 5. helyezett. És te vagy az? És az én vagyok. És te vagy a saját magad edző? Nem, az a feleségem. Igen? Az a feleségem, ő a gyúró és az edző egyben. Tök jó. És a technikai vezető is. Ezek itt mind Pataja? Ez benne az érdekes, hogy nagyon sok patai van benne, sőt, szinte mindenki patai, de vannak, akik ugye Kalocsán edzettem őket, én 5 évet edzősködtem, tehát én 7 éve edzősködök is, ahhoz mellett a sportolok is. És az benne a lényeg, hogy van, aki kijárt bátyáról, az most sajnos nem tudott eljönni, ő volt a bátyáról, jár valaki Dunapatajra edzésre. Igen, patai származású, de a hölgy, az anyukája, az bátyára ment férjhez. És ismerettség meg, hogy edzettem a Balást, és ő kijár Zandrékovics Balázs. Ő van Hartáról, direkt át is igazolt ahhoz, hogy itt versenyezzen diákolimpiai szinten az a Fekete Zalán. Ez azért fantasztikus, hogy ennyi gyerek megmozdul. Igazából igen, és meg az, hogy hát ez a mozgatható gyerek, tehát a fiú gyerekeknek ez körülbelül a 15-20%-a, és én nem emlékszem rá, hogy valahol is sportoltak. Nem az, hogy ilyen szinten, mert ilyen szinten nem sportoltak soha, hanem az, hogy valahol is sportoltak volna ennyien az iskolában. Igaz, kevesebb a gyerek is. Egy 600 főből könnyebb kiállítani 60 főt. De egy 180 főből 190-100 fiúnál azért nehéz. Ebben van óvodás is, ugye óvoda utolsó évében is elkezdünk, most van kettő, aki hárommal iskolába jött, kettő még maradt Tobiba, de ővel külön foglalkozok heti egy óra. Mi lesz most itt? Gyakorlatilag talajon fogunk tudni dolgozni, ami most itt két rész is föl van. Trambulinon és szekrényen tudunk bemutatózni. Gyakorlatilag is van egy 64 ütemű műszabad gyakorlat, ami a gyerek kezdőknek kötelező, előír, tehát 6 éves kortól már megtanuljuk, és azt megcsináljuk. Háromszor egymás után Dyer's Money for Nothing, a legjobb zene rá, amit a főiskolán is tanultunk, ez a nagyon ütemes zene, arra megcsináljuk háromszor. Utána bennül a zenéjére trambolinozunk egy kicsit. Ez tökéletes kezdés. És gyakorlatilag ez 5. osztálytól, amióta én vagyok testnevelő, be van vezetve ez a 64 ütemű műszabad gyakorlat. Fősőtagozatban mondom, ezeket a 6 éves gyerekek megcsinálják. Mindenkinek így kellene kezdeni a falunapot, és utána lehetne csak mondjuk pacalt enni. Ki szereti a pacalt? Én nagyon! Igen, mennyit tudsz megenni belőle? 100. Tényleg? Azt nem mondom.